Köszöntöm nézőinket! Szűk két hónap múlva ismét választ az ország. Az európai parlamenti és önkormányzati választásokhoz közeledve Jász Fényszaró jegyzőjét kértük, hogy foglalja össze a polgármesteri hivatal ezzel összefüggő feladatait. A dr. Voller Erikával készült interjúnk előtt szokás szerint az elmúlt hónap fontos eseményeiről készült tudósításainkból válogattunk. Előjáróban egy kis ízelítő ezekből. A nemzeti ünnep előestéjén emlékeztek 1848. márciusának szabadságvágyó fiataljaira. Több mint 9000 virágot ültettek az elmúlt hetekben Jász Fényszarún. A júniusi választások zökkenőmentes lebonyolításán dolgoznak a polgármesteri hivatalban. A nemzeti ünnep előestéjén emlékeztek 1848. márciusának szabadságvágyó fiataljaira, hősiességükre, helytállásukra. A forradalom és szabadságharc ünnepén együtt tisztelgett a város lakossága a nemzet nagyjainak emléke előtt. A zászlók bevonulásával a Petőfi szobornál kezdődött Jász Fényszarún az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése. A város lakói közösen ünnepelve tisztelettek nemzetünk nagyjai emléke előtt. Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségünkön. A hagyományokat őrizve a város diákpolgármestere köszöntötte a Petőfi szobor előtt egybegyűlteket. 100 év, de tán 2000 óta őrült, mocskos, aljas világ ez. Ez a farizeus Európa. Kenyér, s jog helyett a szegényt csitítja karddal. Üres éggel és cinkos lelkiismeretét avatag és modern mesékkel. 100 év, de tán 2000 óta hány szent vágy halt meg gaz szívében? Hazám, keresztény Európa! Zsámboki Hanna Luisa szavalatát követően az ünnepi szónoklatra a fiatal mérnököt Zsámboki Annát kérték fel. Ezen a napon nem csak az 1848 és 49-es forradalom és szabadságharc hőséről emlékezünk meg, hanem mindazokról, akik az évszázadok során nem csak álmodoztak, hanem tettek is a szabadságukért és függetlenségükért. A forradalom és a szabadságharc emlékezete mindannyiunkban él, tette hozzá. A szabadságért és az egyetemes emberi jogokért küzdők példát mutattak az utánuk jövő generációknak. Március 15 azonban nem csak egy múltidéző ünnep, ez a nap a fiatalokról szól, emelte ki. A márciusi ifjak bátorságára és elszántságára ma is tisztelettel emlékezünk, és felidézzük a nemzeti egység erejét. Azok a fiatalok, akik akkor az utcákon tüntettek, a szabadság lángját élesztették fel, és nem hagyták, hogy a sorsukat mások döntsék el. Ők a változás hírnökei voltak, és az ő példájuk inspiráljon minket is arra, hogy mindig kiálljunk az igazságért és a szabadságért. Az 1848-as forradalom és szabadságharc arra tanítja az új generációkat, hogy soha ne féljenek kiállni az igazság és az emberi méltóság mellett, akkor sem, ha ez kényelmetlen vagy kockázatos. Fiatalok, a jövő a ti kezetekben van. Ne féljetek vállalni ezt a felelősséget, és legyetek büszkék arra, hogy részesei lehetünk ennek a csodálatos nemzetnek. Nemzeti hőseink előtt tisztelegve helyezték el koszorúikat a Petőfi szobornál a város önkormányzatának, pártjainak és civil szervezeteinek képviselői. És ebben az évben sem maradt el Jász Fényszarú óvodásainak zászlótűzése sem. Idén is a maguk készítette kokárdákkal, nemzeti színű papírvirágokkal és zászlókkal díszítették koszorújukat, majd az ünneplők a zászlók kíséretében vonultak át a művelődési házba. Idén megalakulásának 30 éves jubileumát ünneplő Iglice Néptánc Együttes csoportjai közös műsorral köszöntötték nemzeti ünnepünket. Segítünk jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabad.
Stiglice Néptánc Együttes látványos műsora egyben adta meg a méltó tisztelgés és büszke emlékezés lehetőségét a város minden lakójának nemzeti ünnepünkön. Nagy Katalin Matild grafikus művész és Nagy Dénes festőművész Útravaló című kiállítása nyílt meg Jászfényszalón a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A művész házaspár visszatérő vendége a nyaranként megszervezett városi művésztelepeknek, ez alkalommal önálló tárlattal jelentkeztek. A jászfényszarújak számára nem ismeretlen Nagy Katalin Matild és Nagy Dénes képzőművészeti munkássága, a művész házaspár rendszeres vendége a város művésztelepének. Nyaranként részesei a közös bemutató kiállításnak is, ez alkalommal azonban önálló tárlatuk nyílt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. Boldogok vagyunk, hogy meghallgattatásra lett a kérésünk, és Nagy Katalin Matild és Nagy Dénes közös kiállítását itt köszönhetjük Jászfényszarún. Azért is fontos ez nekünk, mert ebben az évben 10 éves jubileumát ünnepli a helyi művésztelep, és ennek kapcsán szeretnénk minél több vizuális élménnyel meglepni a város lakosságát. A színekkel, fényekkel, árnyékokkal és rengeteg érzés, hangulat közlésével operáló művészek tárlatának bemutatása előtt a költészet eszközeivel hangolódhattak a megjelentek. Kenyér! S jog helyett a szegényt csitítja karddal. Üres éggel, és cinkos lelkiismeretét avatag és modern mesékkel. 100 év, de már 2000 óta hány szentvágy halt meg gaz szívében? Hazám! Keresztény Európa! Szabó Lőrinc Hazám keresztény Európa című versével adta meg a tárlatnyitó hangulatát a fiatal versmondó. Az alkotásokat Agárdi Kovács Attila képzőművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Elkezdtem keresni az okokat, hogy vajon miért csináljuk ezt akkor is, hogyha egzisztenciális hullámvasút, miért hozunk létre műtárgyakat akkor is, hogyha nem lehet eladni. Tehát, hogy hiába ez a nagy-nagy ellenérzés, mégis időről időre születnek olyan emberek, akik ezt hivatásuknak, és ez is egy kulcsszó, hivatásokként élik meg, és az ok, az egyik ok, ami miatt az emberiség ezzel próbálkozik, mióta az eszét tudja, az a kapcsolatteremtés kényszere. A 3 gyermeket nevelő alkotóházaspárt ez alkalommal Nagy Katalin Matild képviselte, a címben szereplő Útravaló kettős. Egyrészt a művek létrehozásához szükséges, akár a jászfényszarúi művésztelepen megjelenő inspirációt, másrészt az elkészült alkotások bemutatását hordozza magában. Ezt gyűjtjük, ezt dolgozzuk fel otthon, Dénesre az akrilképeibe, az akvarelleket, ugye azokat vászolja át, azokat folytatja, meg azokat dolgozza át. Én pedig linómetszeteket készítek az itt készült vázataimból. És ez egy azért is útravaló, hogy amikor itt vagyunk, akkor mi viszünk valamit innen Jászfényszarúról, és amikor most, hogy jöttünk, mi hoztunk vissza egy olyan anyagot, aminek a kezdetét itt kaptuk. Az alkotók egymás tárlatait is rendezik, de nem csak praktikus oka van annak, hogy a házaspár közös kiállításokon mutatja be a linómetszeteket, festményeket. A munkáink, mint ahogy az életünk is összefolyt, valahogy a művészetünk is kiegészíti egymást. Tehát, hogy az enyém monokróm, az ő színes, és annyira egymáshoz nőttünk és egymáshoz passzolunk, hogy nem csak az életben, hanem a munkáinkban is. A bemutató május 30-áig tekinthető meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár kiállító termében. Több mint 9000 virágot ültettek az elmúlt hetekben Jászfényszarún. A városi zöld felületek karbantartása, megújítása tavasszal kiemelt feladata a GAMESZ munkatársainak. A munkára stabil finanszírozási háttérrel és megfelelő humán erőforrás alkalmazásával készülhettek. A városi zöld felületek rendbetétele, tavaszi megújítása folyamatos az utóbbi hetekben Jászfényszarún. A kertészek zavartalan munkájához a GAMESZ munkatársai szolgáltatják a hátteret. A költségvetésünkben az önkormányzat szerencsére biztosította az ehhez való fedezetet, mind a bérekre, mind a dologi költségvetésünkben. A tavaszi kertészeti munkák ebben az időszakban egy súlyponti feladat. Az eszközállomány még és a létszám biztosításával ennek szépen nekiállunk. A téli
dolgok eltakarítása, a lombok felszedése, lehullott ágak, és aztán jön az igazán látványos rész, ami ugye a legszívmelengetőbb, amikor már elkezdenek kikerülni a virágok. A munka anyagi és személyi feltételei is biztosítottak. A költségvetésünk fő összege az 650 millió, ami nagyon szépen hangzik, ennek nyilván több mint fele a bérekre megy. A dologi költségvetésünk, amit üzemanyagtól kezdve eszközökre, műtrágyára és sok minden másra el tudunk költeni, az 250 millió forint. Ezen kívül bő 30 milliót kaptunk eszközállomány bővítésre, cserére, nagyobb értékű eszközökre, alkatrészekre. Ez szerintem tisztességes mozgásteret biztosít észszerű gazdálkodás mellett. A statisztikai létszám a Gamesznál 48 fő, 4 közfoglalkoztatott alkalmazására is lehetőség nyílt a településen. A kertészek csoportja rengeteg növényt ültet annak érdekében évről évre, hogy minél világosabb legyen a település. Közel 9500 árvácskát ültetünk ki, amiből 2000 kerül közintézményekhez. Ott a nagyiskolában gyerekek saját maguk ültetik el. Menet közben a főúton a rózsák meccése, az évelők visszavágása történik meg, és utána folyamatosan egyfolytában dolgozunk mindent, tehát ami kell. Ez szükséges ahhoz, hogy a város parkjai tavasztól késő őszig a legszebb arcukat mutathassák a településen élők és az ide látogatók számára. A kertész csapat összehangolt munkájára van szükség. Fizikai munkás az 9 és körülbelül 5-6 fiú, aki menet közben időszakosan a füvet vágja, kis traktorral, fűnyírógépekkel. Ez idő szerint a rózsák meccése az aktuális munkafolyamat, ezt megelőzően 2,5 hétig ültették az árvácskák ezreit a belvárosban. Ehhez persze csatlakozik sok szakmunka is, mert menet közben észleljük, hogy külterületi parki eszközök, díszítő eszközök romlása, ezek szükséges cseréje tartozik a feladatba. A szokásos meccési munkák mellett most idei évben felülvizsgáltattuk a közterületi potenciálisan balesetveszélyes fákat szakértőkkel, ezeknek elvégeztettük a szükség szerinti gajazását, szárazágak kiszedését, vagy idősebb, gyengébb állapotú fáknál egy drasztikusabb ifítást, ami hát elsőre nyilván ijesztőnek tűnik, de bízunk benne, hogy az idősebb fák ettől megújulnak, és újabb évtizedekre majd segítik a köztereink megszépülését. A fák vizsgálata, meccése, vágása folyamatosan munkát jelent a szakembereknek. A kialakult gyakorlat szerint nagyjából 3 éves rotációban a város minden fáját felülvizsgálják balesetvédelmi szempontból. Nyilván egy ifjítási művelet után utánfigyelés történik, vagy 2 év után, vagy 3 év után szükség szerint egy korrekció, vízhajtások kiszedése. Tehát úgy fejben próbáljuk elosztani, ennek ugye van egy büdzsé oldala, meg van egy idő is, hogy hát nyilván a tél vége után, de még a lemosó permetezések előtt kell ezt beütemezni, nincs végtelen időnk ránk. Most 40 fára került sor, tervezzük, hogy jövőre folytatjuk újra. Mindezek mellett ismét külön figyelmet fordítanak a sporttelepi idősfáinak gondozására is. Sporttelepi eperfák, amik szerintem a településünk legidősebb fái közé tartoznak, 2 éve kaptak egy komolyabb ifjítást. Az idén majd kapnak megint egy felülvizsgálatot, vízhajtások kiszedését, a lakatos műhelyünk gyártott új rögzítőpántokat, hogy a biztonságukat növeljük. Ez is egy komoly művelet, de nyilván egyfajta hagyományőrzés vagy településvédelemről beszélünk, vagy szeretetről a fák irányában. Ügyelnek az összes közterületen álló fa állapotára, ahogy a parkok rendben tartására, a virágok gondozására, a településkép megőrzésére egyaránt. A varázslatos India tárult a Petőfi Sándor művelődési házba látogatók elé április 6-án szombaton délután. Különleges indiai ételek, táncok, előadások repíthették egészen Dél-Ázsiáig a nézelődőket. Az előtérben indiai motívumok, plakátok várták az érdeklődőket Jászfényszarún a Petőfi Sándor művelődési házban április 6-án. Indiai délután vette kezdetét. Nemrég városunkba költözött az SRF Europe cég, és az ő együttműködésükben valósulhat meg ez a mai délután, hiszen nap mint nap találkozhatunk velük az utcán, és jó lenne megtudni, hogy honnan jöttek,
kik ők, milyen kultúrát képviselnek. Ez mozgatott bennünket akkor, amikor ezt a kiállítást kezdtük szervezni. A lakosok már több kultúrával is megismerkedhettek a közelmúltban, hiszen egy programsorozat indult ennek érdekében a városban. Több ilyen rendezvényünk volt ugye Etiópia, Korea, Japán, Közel-Kelet, stb. Angola. Most Indiát fogjuk bemutatni. Az itt élő indiaiak közül is többen föl fognak itt lépni nálunk, tehát táncokat fognak bemutatni, úgyhogy nagyon lelkesek. És a másik forrásunk az ugye az Indiai Kulturális Intézet volt. A harmadik forrásunk meg Nagy Mari és Vidák Istvánnak a textíliái, amit itt meg lehet csodálni. A házaspár hitvallását Kőrösi Csoma Sándor tollaiból idézték. Keressetek, kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására, mint a magyar társadalom az ősi indiai kultúra tárházában. A rendezvényen Lázár Imre kulturális diplomata, India kutató, a Delhi Magyar Kulturális Intézet volt igazgatója is jelen volt. India egy nagyon fontos ország, a magyar-indiai kapcsolatok nagy múltra tekintenek vissza, és Magyarországon nagy érdeklődés van India iránt. India gazdasága rohamléptekben fejlődik, ma a világon a leggyorsabban fejlődő ország. Az indiai GDP jelenleg ötödik legnagyobb a világon, illetve az India kultúrája annyi kincset, annyi mélységet hordoz, hogy ennek megismerése azt hiszem minden embernek fontos, és nem csak hogy fontos, hanem örömet okoz. Úgy fogalmazott, egy-egy kiállításon délutánon impressziókat tudnak adni a sokszínű országból. Ezek az impressziók viszont megragadják az embereket, és később utána nézhetnek annak, ami érdekli őket. Interjúját azzal a mondattal zárta, India varázsát senki sem tudja elkerülni. A kiállítás mellett a színpadon ünnepi köszöntők, előadás és tánc hozta még közelebbi az indiai kultúrát a jelenlévőkhöz. Ez az enyém, az az övékém. Csak a szűk látókörű emberek gondolkodnak ebben a felosztásban. A bölcs emberek azt gondolják, illetve ezt a koncepciót hallják, hogy a világ az egy nagy család. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek június 9-ére kiírt általános választására javában készülnek a polgármesteri hivatalok munkatársai. A háttérmunka hónapok óta folyamatos, zajlik a technikai feladatok összegzése, a humán erőforrás kiképzése, az ismeretek felfrissítése. Jászfényszaru jegyzője dr. Voller Erika foglalta össze az eddig elvégzett munkát. Jászfényszaru polgármesteri hivatalában a jól képzett és felkészült köztisztviselői kar mellett minden anyagi és technikai feltétel adott ahhoz, hogy az önkormányzat hivatali apparátusa magas színvonalon végezhessen napi feladatait, mutatott rá dr. Voller Erika, a város jegyzője. Jászfényszaru város önkormányzatának hivatala az 2013. március 1-e óta közös önkormányzati hivatalként működik, tehát ez azt jelenti, hogy hozzánk tartozik közigazgatásilag Pusztamonostor település is, Pusztamonostor község önkormányzatának hivatali része is, mint kirendeltségként működik. A 2024-es évnek hasonló kondíciókkal indulunk, mint ami korábban években is megtapasztalható volt.
Nyilván nem panaszkodunk, a költségvetés lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen, gördülékenyen tudjon munkát végezni. Az illetmény alapot is tudtuk emelni, ezáltal tudtunk kollégáknak, dolgozóknak béremelést adni, aminek persze mindenki nagyon örült. Ismeretes, hogy az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület február hónapban közmeghallgatást követően egyhangulag elfogadta, ami szintén lehetővé teszi, hogy mindenféle tekintetben helyt tudjunk állni a előttünk álló közigazgatási feladatoknak. 43 fő jelenleg a engedélyezett költségvetésben engedélyezett létszámunk. Ez nyilván köztisztviselőkből is áll, illetve van néhány munkatörvénykönyve által alkalmazott dolgozó is, aki körünkben van. Mi kell ahhoz, hogy egy hivatal jól működjön, hogy a döntéselőkészítő munkát megfelelő módon tudja végrehajtani, illetve azt, hogy magát a működést, az operatív napi feladatok ellátását is gördülékenyen tudja ellátni? Nagyon fontos, hogy a köztisztviselői kar felkészült legyen, tehát szakemberek legyenek minden területen, akár a pénzügyi osztályon dolgozó pénzügyi szakembereknek megfelelő végzettsége legyen, de ugyanakkor a projektirodán helytálló munkában lévő dolgozóink is felkészültek legyenek. Vannak mérnökök, közgazdászok, akik biztosítják azt, hogy megfelelően legyenek ellátva a közigazgatási feladataink. Vannak jogi szakembereink, nyilván ez is megkönnyíti a feladatot, államigazgatási főiskolát végzett dolgozóink. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem országosan is kiemelkedő a szakmai felkészültség az apparátusnak, ami kiegészül azzal a dologgal is, hogy nem csak a személy feltételeink, hanem a dologi feltételeink is maximálisan adottak. Az önkormányzat biztosítja a technikai feltételt, infrastruktúrát, megfelelő számítógépparkkal rendelkezünk, megfelelő irodaberendezésekkel rendelkezünk. Tehát azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy olyan munkát végezzünk, ami az elvárásoknak, kihívásoknak megfelel. Milyenek a visszajelzések? Gondolok itt akár a lakosság visszajelzéseire, a hivatal dolgozóinak munkájára, vagy van-e olyan felmérés, visszacsatolás, vagy olyan munka, olyan hivatalos munka, amivel mérik gyakorlatilag azt, hogy hogyan dolgoznak a munkatársak? Van-e ilyen? Hát ilyen konkrét kérdőíves felmérésünk nincsen, de a jelenlegi információ áramlás, akár a Facebook csatorna, honlap, helyi lap útján a tájékoztatás egy irányba történik, de ugyanakkor a Facebookon, a kommentek alapján a kritikai észrevételekből azért lehet arra következtetni, hogy olyan nagyon sok probléma nincs. Van néhány olyan bejelentés, ami indokoltá válik, hogy próbáljunk még hatékonyabban végezni a munkánkat, de összességében véve én azt gondolom, most ez így öndicséretként hathat, de hogy elégedettek a lakosság részéről az emberek. A mindennapos munka mellett 2024-ben egy plusz feladat is hárul az apparátusra, az önkormányzat hivatalára, hiszen európai parlamenti, illetve önkormányzati választások is lesznek. Hogyan tudott felkészülni, hogyan tud felkészülni erre az apparátus, milyen feladatokat sikerült ezzel kapcsolatban végrehajtani? Azt már ugye régóta tudjuk, hogy 2024. június 9-én lesznek az európai parlamenti választások, illetve azt is tudomásunkra hozták, hogy nagy valószínűséggel egy időben fog történni a helyi választásokkal. Gyakorlatilag már a tavalyi év folyamán elkezdődött a feladat, a választásra való felkészülés, a körzetesítéseknek a felülvizsgálatával. Pusztamonostor település is és Jászfényszaru település is egy választókerületnek minősül. Míg Pusztamonostoron csak egy szavazókör működik, addig Jászfényszaron 5 szavazókör fog működni. Ennek a területi határait nem változtattuk, a felülvizsgálat során ugyan áttekintettük, de nem tartottuk indokoltnak, hogy változtassunk rajta. Most annak kapcsán, hogy kiderült a kitűzés konkrétummá vált, hogy június 9-én lesz, illetve el kell mondani, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati választást is kitűzte ugyancsak június 9-ére. A igazságügyi miniszteri rendelet tartalmazza a
határidőknek a pontos határnapjait a választási eljárásról szóló törvény alapján meghatározva, hogy mikor milyen feladatot kell ellátni. Az elkövetkező hetek feladatait ez alapvetően határozza meg, időközben már a Nemzeti Választási Iroda a választóköri értesítések postázását is megkezdte, április 19-ig ezt be is kell fejezni. Következő határidő az a április 20-a lesz. Április 20-ától lehet majd az ajánlóíveket igényelni, az lesz a legkorábbi időpont, és gyakorlatilag április 20-ától május 6-ig lehet majd a ajánlásokat gyűjteni az íveken. Május 6-án 16 óráig kell majd leadni, és azt követően fog a helyi választási bizottság a nyilvántartásba vételek követően a sorsolásról dönteni, hogy a szavazólapon milyen sorrendiségbe szerepeljenek a jelöltek. Helyi választási bizottságnak a létrehozásával kapcsolatban, vagy újraválasztásával kapcsolatban kellett-e lépni, kellett-e változtatni, ez megtörtént-e már? Igen, ez megtörtént, ez is még a kitűzést megelőzően előírta a választási eljárásról szóló törvény, hogy a helyi választási bizottságokat föl kell állítani. Pusztamonostor vonatkozásába nem kellett, mert ott a helyi választási bizottság, mivel egy szavazókörös, a helyi választási bizottság látja el a szavazatszámláló bizottsági feladatokat is, tehát őnekik még működőképes helyi választási bizottságuk volt. Jászfényszaru vonatkozásában azonban, mivel lejárt a korábbi helyi választási bizottsági mandátum, újra kellett választani a képviselőtestületnek jegyzői indítványra, az előterjesztésnek megfelelően a képviselőtestület megválasztotta a helyi választási bizottság, háromfős helyi választási bizottságot és két póttagot. Hát bízom benne, hogy majd a szavazatszámláló bizottságok tagjai is fogják vállalni ezt a feladatot, mert nyilván nem kis kihívás lesz ennyiféle fajta szavazólapot kezelni és az eredményt megállapítani. Milyen plusz feladatokat ad mindez a hivatal dolgozóinak a mindennapos munka mellett? Hogyan tudják ezt ütemezni? Egyszerűen hogyan tudnak rendelkezésre állni, hogy mindkét feladatnak helyt álljanak? Ez egy nagy kihívás lesz, meg nagy kihívás szokott lenni mindig, amikor választás éve van, mert hogy ez nyilván azt jelenti, hogy a napi operatív munkakör mellett ez egy plusz feladat. Helyi választási iroda működik minden önkormányzati hivatalba. Itt is van 6 kolléga, aki helyi választási iroda tagként ebben a munkában részt vesz. Nagyon fontos, hogy a választási információs rendszer szavazás napján hatékonyan működjön. Nyilván ennek az a titka, hogy jól felkészült kollégák legyenek, akik be a számítógépes világba tudják kezelni a különböző informatikai rendszereket. Ami még plusz feladatot jelent, nyilván erre jogszabályok ismerete nélkül nem lehet felkészülni, úgyhogy oktatást kell tartani, felkészülni kell, hova tovább a helyi választási iroda vezetőnek is továbbképzéseken kell részt venni. Gyakorlatilag minden eszközt ezzel azon vagyunk, hogy jogszerűen, szakszerűen tudjuk a választást majd lebonyolítani. Az ember az se jó, hogyha nagyon rutinszerűen végzi a feladatot, nem az elsőt csinálom már én se, de mindig felhívják a figyelmet, a főjegyzőasszony mindig elmondja, hogy tudja, hogy vannak többen, akik már nagyon sokszor végeztek ilyen munkát, de soha nem szabad úgy gondolni, hogy ez már csak úgy csípőből megy, úgyhogy én nagyon reménykedem benne, hogy tudjuk biztosítani azt, hogy tényleg úgy tudjuk ellátni, hogy zökkenőmentes legyen, és törvényesen tudjuk garantálni azt, hogy Jászfényszarun és Pusztamonostor vonatkozásában itt minden rendben lesz. Ennyi fért ma műsorunkba. Adásunk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A nemzeti ünnepelő estéjén emlékeztek 1848. márciusának szabadságvágyó fiataljaira. Több mint 9000 virágot ültettek az elmúlt hetekben Jászfényszarun. A júniusi választások zökkenőmentes lebonyolításán dolgoznak a polgármesteri hivatalban. Köszönöm figyelmüket, a Jászfényszarui hírmagazint látták. Összeállításunkat és korábbi adásainkat megtekinthetik az interneten a jttv.hu oldalon, valamint közösségi felületeinken. Viszontlátásra!